74 régi motoros mérte össze a tudását szombaton a Retro Motocross kupán. Nagy Kanizsa a négyfordulós versenysorozat második állomása volt. A rendezvényre Ausztriából, Németországból és Szlovéniából is érkeztek veterán vasparipák. A szervezők szerint kicsit poros, de az amatőröknek is járható, ezért népszerű a kanizsai pálya a versenyzők körében. A hétvégi találkozón a 80-as, 90-es években épült motorokkal próbálhatták ki a közepes nehézségű szakaszokat. Részt vesznek olyan motorok, amik a 93-as év előtti motorok, ez úgy mondjuk, hogy még a csővádas motorok, ugye mert az újabbak azok alumíniumvádasak, illetve más technikával rendelkeznek, kétütemű motorok, különféle köbcenti, tehát 125, 250 és 500 köbcentis kategóriába jöhetnek itt a versenyzők. Öt kategória van, a Super Evo, az Evo, Classic és még kettő másik ilyen kategória van, amit részt vesznek itt a versenysorozatban. A résztvevők nem úgy gondolnak a programra, mint egy versenyre, inkább egy baráti összejövetelnek tekintik, ami jót nosztalgiázhatnak. Az élményt, a gyorsaságot, ami már nem olyan, mint régen, az esélyeimet? Hát én úgy látom, hogy már ilyen 62 éves fejjel nem tudok lépést tartani a volt versenyzőkkel. Ők is 60 fölöttiek, 60 pluszba mennek, de sokkal gyorsabbak, mint én, mert ők igazolt versenyzők voltak, pláne a külföldiek. Azok aztán mennek, mint a nyíl. Várszegi Zsolt 1986 óta motorozik. Mivel zalai származású, nagyon várta már a kanizsai versenyt. Azért is nagyon jó ez a klasszik bajnokság, mert akikkel ezelőtt 20-30-40 évvel együtt motoroztunk srácok, azoknak a 80%-a most itt megtalálható, és igazából a régi emlékek mindig feljönnek. Mennek a sztorik esténként, nagyon jó beszélgetések vannak, és igazából átéljük ugyanazokat a jó kis pillanatokat mindannak idején. A versenysorozat következő állomása Kiskunlaszháza lesz.